Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra a Családőrzők című sorozat újabb adásával. Szeretettel köszöntöm a vendégeket is. Most egy kicsit megtréfáltak a vendégek az ülésrenddel, de azért meg fogjuk oldani. Tehát köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Köszöntöm Pap Csilla, életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort, és nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor plébános, mentálhigiénis szakembert. A témánk egy kicsit átfogó, és egy picit talán kalandozó is, hiszen készültünk azzal a témával, hogy kommunikációs rések, illetve megértés, elfogadás. De talán a hölgyek megengedik, hogyha mielőtt a témába belevágunk, egy kicsit időszerűek lennénk, hiszen mindenki esküvőre készül, és ezen megkérdezném Gábor atyát, hogy milyen tapasztalatokat szereztél a jegyesek felkészítésén. Sokféle metódusa van a jegyes oktatásnak. Mi van a fókuszban, mi az, amit fontosnak tartunk. Most a plébánián úgy csináljuk a Törekhegyen, hogy van három házas pár, akikkel együtt gondolkodunk arról, hogy mi az, amiben tudunk segíteni a pároknak. És igazából így építettünk fel egy kis metodikát, aminek én most úgy fogalmaztam meg a magam számára, és amikor találkoztunk a párokkal, akkor nekik is mondtam, hogy a kommunikációt szeretném a középpontba helyezni. Ugye itt a sok-sok műsorban, adásban, ahogy beszélgetünk egymással, azért azt hiszem, hogy elég erősen ez van a fókuszban, és azt szerintem mindannyiunk számára, azt hiszem, talán az egyik legfontosabb olyan szempont, ami azt gondolom, hogy egy kapcsolatnak, egy családnak a működéséhez mindenképp szükséges. És ezért a pároknál is erre helyeztük a hangsúlyt. Ugye én papként azért nem csak a párkapcsolati kérdésekről beszélek olyankor, hanem belefér az Istennel való kapcsolatnak a kérdése. Ott is ott is megjelenik a kommunikáció. Ugye a mi szakszavunkkal mondva az imádság nem más, mint egy kommunikáció, ugye az Istennel való kapcsolattartás és egyfajta kommunikáció, kapcsolatnak a megélése, annaknak a szépségével, nehézségével együtt, és így nagyon szép párhuzam van a párokkal való találkozásban, a családokkal való találkozásban megélt nehézségekkel, szépségekkel, ugyanúgy akár spirituális életbe. Tehát, hogy a pároknak, mivel ők templomi esküvőre készülnek, ezért próbálom ezt a formát odahozni, vagy ezeket a témákat odahozni az életükbe. Mit jelent az, hogy találkozok a másikkal? Mit látok belőle? Hogyan tudok megnyílni a másik előtt? Mi az, hogy bizalom és őszintesség játék? Hogyan tudok közeledni, vagy nem közeledni, bezárkozni, vagy megnyílni a másik előtt? Mennyire fontosak ezek? Nézzünk rá arra, hogy ki mit hoz magával a saját családjából, mi az a kultúra, amiben ő belenőtt, és milyen kultúrát hoz magával, amikor ő találkozik a párjával, hogyan lehet ezt megérteni, akarom egyáltalán megérteni. Természetesen előjönnek azok, hogy hogyan tudom megmutatni, és milyen fontos megmutatni a szeretetemet, ami bennem dolgozik, és külső jelek nélkül, vagyis kommunikáció nélkül igazából nem fog fel bele semmit a másik. És hát amit szintén itt sok adásunkban is előjött már, vagy beszélgetésünkben, a konfliktusoknak a kezelése, milyen típusú megoldások születnek az önérvényesítés együttműködés területén, ki milyen típus és milyen módon fejezi ki az indulatát, hogyan lehet használati utasítást adni magamról a másiknak, szóval sok-sok ilyen téma, ami azt gondolom, és mi így is fogalmaztuk meg a pároknak, vagy magunk számára is, hogy nem a tutit akarjuk megmondani nekik, hanem inkább fókuszokra szeretnénk ráirányítani a figyelmüket. Tehát, hogy nekik, ők azok, akiknek dolgozniuk kell majd a kapcsolatukon, az, hogy ők összeházasodnak, nem lesz kész a házasságuk, hanem igazán akkor kezdődik el a közös munka, és hogy rajtuk múlik, hogy ezek a fókuszok, szempontok, amiket mi játékformájába hozunk oda nekik, azok mennyire tudnak élni, és mennyire tudnak jelen lenni az életükben. Szerintem 60 fölött újra bevezetném ezt a jegyes oktatást, mert ott egy egész más életet kezd a pár, és a kommunikáció el tud csúszni, igen, de nagyon el tud csúszni, úgyhogy ez tényleg mindig fontos, nem csak az alapoknál, és nem csak a kezdetekkor. Hölgyeknek mi a véleménye arról, mennyire kommunikálnak, és mennyire értik, hogy mit kommunikálnak egymással a párok? Hát párok válogatja, tehát egyik pár, másik pár nem egyformán kommunikálnak. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, amíg itt
Ezt elmondtad, Gábor, nagyon szépen összefoglaltad egyébként a kommunikációnak a lényegiségét, meg egyáltalán ennek a fontosságát. Nagyon érdekes és izgalmas dolog az, hogy különböző kultúrkörből érkezünk egy párkapcsolatba, más az én családom és más a te családod, és ennek kapcsán más szavakat használunk, más kifejezéseket használunk, és van, hogy adott esetben mást is értünk alatta. Igen. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogyha... Vagy bocsánat, csak hogy belevágok, vagy lehet, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk, ugyanazt a kifejezést használjuk, csak egészen mást a pont a kultúrából fakadva. Igen. Ez egy nagyon-nagyon markáns dolog. Időben észre kell venni a félreértéseket. Tehát ez nagyon meghatározza egy kapcsolatnak a légkörét, a fejlődési tendenciáit, a bensőségességének a lehetőségét, hogy hogyan reagáljuk le a félreértéseinket. A félreértések azok megérkeznek, mindenféleképpen meg fognak érkezni, vagy azért, mert mást értünk alatta, én ezt mondom, te azt hallod, de mégis másra gondolunk, vagy azért, mert nem tudom jól megfogalmazni, ami bennem van, csak éppen a felület vagy a lendület hozza, és most adhok reagálok egy szituációra, vagy azért, mert félreértettem, amit te mondtál, és nem jól tudok rá reflektálni. Tehát ez mind-mind egy nagyon-nagyon fontos kulturális fejlődés a párkapcsolatban, és én azt gondolom, hogy ez meg fogja határozni azt, hogy a párkapcsolatban milyen tendenciák indulnak el, és egyáltalán milyen lehetőségeket tartogat ez a párkapcsolat annak a párnak a számára. Nagyon-nagyon sok baj adódik abból, hogyha valamelyik fél nem tud jól kommunikálni, vagy a másik nem tudja ezt jól értelmezni, vagy átfordítani, mert akkor eljutunk odáig, amiről beszéltél az elején, hogy mindenki mondja a magáét, de mégsem érzem azt, hogy én egy párkapcsolatban meg vagyok értve. Tehát onnantól kezdve érzem magamat biztonságban, hogyha engem megértenek. Mindegy, hogy van konfliktus, nincs konfliktus, vagy csak egyáltalán elbeszéltünk egymás mellett. De ha engem értenek, és engem pontosan ért az én párom, akkor én biztonságban érzem magam. Ha engem ő nem ért meg, mert a saját bajával van elfoglalva, mert a félreértéssel van elfoglalva, vagy egyáltalán túl sok minden történik egyszerre, és nem figyel erre, akkor én nem érzem magam biztonságban. Tehát a kommunikáció az az alfája és az omegája egy párkapcsolat fejlődésének. Egyébként, bocs, mindenféle emberi kapcsolódásnak, mert ugye nekem szintén szakterületem a párkapcsolat, de hozzám már akkor érkeznek, amikor baj van. Amikor ugye zilálódik szét a kapcsolat, vagy belép egy harmadik, vagy egyszerűen elhidegültek, vagy valamilyen konfliktusok indultak el, és tényleg így van, hogy nincsen tuti recept. Én azt szoktam nekik javasolni egyébként, vagy azt a kérdést szoktam feltenni, hogy visszakérdezel, hogy ezt hogy érted? Mert hogy ez is sokat segíthet, hogy egy picit most gyakorlatira veszem itt a figurát, hogy hogy érted, amikor mond valamit, vagy kérdez, ezt hogy érted, és körül fogja írni, és abból a körülírásból már azért el tudom azt képzelni, vagy rá tudok arra fogni, hogy ő hogy definiálja azt, amit el szeretne mondani. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Egyébként biztos mindenki tudja, de ezért elmondom, hogy a verbális, tehát amit mondok, tehát a verbális kommunikáció, az 9-11%, az összes többi nonverbális energetikai, tehát ahogy mondom, hozzá a testbeszédem, a szemmozgás, az arcmimika, a játék a hangokkal, ez mind-mind számít, mert lehet egy pozitívnak szánt mondatot negatívan kimondani, és akkor már ott van a... Nem is kell mondat, egy arckifejezés, egy arcki, tud bántó, egy nézés, egy tekintet, lenni. Egy mozdulat, hát tudjuk, hogy mennyi gesztikulációs, mekkora az eszköztárunk gesztikulációra, arcmimikára, hanglejtésre. Aki nem tud róla, hogy nagyon rosszul használja ezeket a teátrális mozdulatait, vagy arckifejezéseit, és hogy sért vele, és nem érti, hogy a másik fél miért sértődik meg. De amit mondtatok azzal kapcsolatban, nekem az jutott eszembe, hogy a kommunikációnál nem szabad elfelejteni, hogy ez egy kétoldalú dolog, akkor nevezhetjük kommunikációnak, hogyha a másik oldalon is van. Mert van olyan, hogy egy kapcsolatban valaki jól fejezi ki magát, elmondja a mondandóját, a másik látszólag meghallgatta, és semmit nem reagál. És akkor viszont hiába mondta el az egyik, nincs előrelépés. Ezt mondjuk, hogy a kommunikációból kommunió. Tehát, hogy az egység, hogy az üzenet közvetítésből egység jön létre. És hogyha nincs kommunió, nem jutunk el a kommunióhoz, akkor ugye a kettőnek nagyjából ugyanaz a gyökere, mindegyik az egység felé akar elvezetni, ugye egy pár kapcsolatról beszélünk, vagy együttműködésről. Azért somolyogtam az előbb annyira, amikor a Zsuzsi mondta, hogy egyetértőek, vagy nem egyetértőek, hogy jegyes utatáson, ha már most így ez a gondolat indult el, az egyik ilyen, amit beszoktam dobni, hogy egyértelmű vagyunk, ez a mindjárt otthon vagyok.
Mindjárt. Vagy mindjárt hazaérek, és akkor ki mit ért rajta, ugye, hogy még befejezem a munkát a cégnél, és majd lassan elindulok hazafelé, vagy már az ajtóban vagyok, és tulajdonképpen lépek be a lakásba. Ez a, de hát azt mondtad, hogy mindjárt hazaérsz. Hát mindjárt hazaértem, nem? Csak hogy ki, ez a kinek mit jelent az a mindjárt hazaérek, hogy mindjárt idő. Otthon vagyok. Ez is milyen feszültségforrás tud lenni egy ilyen félreértés? Igen, csak, és akkor itt jön ez a kérdés, hogy hajlandó vagyok-e megtanulni, és itt szintén, ugye, amit itt említettünk, hogy hajlandó vagyok-e megérteni a másik kultúráját. Ez egyik ilyen házi feladatunk a párok felé az, hogy látod-e azt, hogy kik veszik őt körül, honnan jön, mi az, ami őt meghatározza, és szoktuk játszatni őket, hogy ilyen szociális atomot, hogy kik vesznek körül, neked milyen fontosak, és utána csináld meg a párodét. És aztán beszélgessetek róla, hogy te mennyire látod azt, hogy ők kik vesznek körül, kik hatnak rá. Mert hogy szokták ezt is mondani, hogy ha feleségül veszel valakit, vagy valakihez feleségül mész, akkor nem csak hozzámész, hanem a apukája, anyukája, kutyája, macskája, minden. És minden egyéb, ami őt körül veszi. Igen. Ez a nézd meg az anyját, vedd el a lányát, igen. Bocsánat, igen. Megint, igen. Hogy ugye amilyen szockultúrából jön, az a lány nagyjából arra lehet számítani, mert az anyukája, az apukája kapcsolata, ugye látja, hogy milyen volt az édesanyja és az édesapja kapcsolata, ebből már azért következtethet arra, hogy nagyjából mire számíthat. Minden ilyen kapcsolódásnak, beszélgetésnek, én azt tudom, hogy az izgalom, hogy ez olyan, mintha tolmács nélkül idegen nyelven beszélnék. Mert hogy ha te bármit reagálsz, vagy bármit mondasz, vagy bármit viselkedsz, én azt olvasom le belőle, ami bennem és az én gondolatom, hogy szerintem te azt azért csinálhattad, hogy. És ugye ilyenkor én nyuszik a Medvefűnyíró című vicc, de amit most nem akarok, mert csak ilyen szoft verzióba tudnám elmondani, az még nem olyan nagy poén a durvá változathoz, meg nem illik hozzám, mert pap vagyok. De amikor lejátszom előre, hogy mit fog majd mondani, és mire megszólal, addigra én már annyira lejátszottam az egészet magamban, hogy azt mondom, hogy na, akkor hagyjuk inkább az egész történetet, mert úgyis olyan vagy, amilyen. Tehát, hogy van egy ilyen csapda, mert nekem az biztonságot jelent, tehát, hogy azt gondolom, hogy mindannyian úgy próbálunk élni, nem, inkább úgy mondom, hogy az én gondolkodásomat mindenképp ez határozza meg, vagy nekem ez egy fontos tényező az életem, hogy biztonságban tudom-e magam. Hát, azt gondolom, hogy a nagy többségünk így próbálja alakítani az életét. Azt gondolom, hogy például az összeesküvés elméletek mögött is ezek húzódnak meg, hogy van körülöttem egy olyan világ, amit nem tudok kiszámítani, nem, vannak részdolgok, amiket felfogok, és abban összerakok valamit magamnak, hogy ez az én biztonságos világomat és rendszeremet jelenti. És pont ugyanez a csapdája a kapcsolatainknak. Legyen szó egy párkapcsolatról, vagy bármiféle találkozásról, hogy az én rendszerembe próbálom őket elhelyezni. És hogyha nem vagyok hajlandó kilépni magamból, vagy valóságosan találkozni a másikkal, akkor ő belekerül abba a szerepbe, amiben az én rendszerem szerint neki lennie kell. Vagy az én elvárásaim szerint, és ugye nem tudom lekottázni, nem tudom definiálni, nem tudom értelmezni, hogy ő miért így kommunikál, miért azokat a szavakat használja, miért olyan hangsúllyal beszél, és rögtön megvan az ellentét, a konfliktus és a bizonytalanság, mert ugye a biztonság ellentéte a bizonytalanság, és a bizonytalanság, mi érzem magam, akkor legyártom azokat a bizonyos összeesküvés elméleteket, mert hogy félre értem, nem azt értem ki, viszont ugye ez az önmeghaladás, és szerintem az önmegfejlődés is, hogy törekszem arra, hogy megértsem a másikat, és ezért jó visszakérdezni, mert szerintem kérdezni soha nem blama, és azért jó kérdezni, és még többet kommunikálni, mert ha nem oldja meg a kommunikáció, akkor nyilván még többet kell, de más minőségben, más hozzáállással. Le kell ülni, és meg kell beszélni. Ez addig izgalmas, meg addig érdekes, amíg mindenki egy általános jó állapotban van. Figyelem, koncentrációban jelen tud tenni, tehát van energiája arra, hogy odafigyeljen még, nincsen különösképpen érzelmi hullámvasút, nincsen semmi olyan negatív zavaró körülmény, hanem egy jó pozitív attitűd van, ezek mind gyönyörűek és szépek. Csak ne jöjjön közbe semmi. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban mihest valamilyen konfliktus kezdete kezd kirajzolódni, abban a pillanatban megváltozik a hozzáállás a két félnek, mindenki elkezdi védeni a saját bástyáját, elkezdi a saját értelmezési tartományán belül tartani ezt a kommunikációt, a másik az teljesen máshon van, és itt megáll a történet.
ez a nagy-nagy veszélye a párkapcsolatok kialakulása kezdetén az első súrlódásoknak. Tehát, hogyha azt nem tudjuk jól elindítani, és nem tudjuk jól lereagálni, és ott nem tudunk kialakítani akár egy vitakultúrát, akár egy konfliktuskezelési lehetőséget mind a kettőnk számára, akkor baj van. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy hál' Istennek különbözőek vagyunk, és ahányan annyi félék vagyunk. Most csak gondold el, hogy van egy valami kis pici apró dolog, de téged nagyon frusztrál, és ez most nagyon rosszkor jött, és pillanat alatt dühös lettél. Hogyan reagálsz? Kimondod, felcsattansz, túl vagy rajta. Te már el is felejtetted, de kiraktad. A másik, aki elszenvedi a te felcsattanásodat, az még órák múlva is azon pörög, hogy úristen, mit ronthattam el, vajon mitől volt ilyen feszült, vajon nem tudod az előző előzményeket pontosan mindent definiálni. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy a felgyorsult és rohanó világunkban, amikor kommunikálunk egymással, beszélünk, de akár csak este a párok összejönnek, és milyen napod volt, mond, és csak azt veszed észre, hogy elréved a tekintet. Pontosan tudod, hogy onnantól felesleges beszélned. Mert ő nála valami bekapcsolt, az aznapi megoldatlan probléma, egy emlék úszott be, valami kérdés motoszka, tök mindegy. Bármi. Onnantól kezdve te már nem kommunikálsz, csak szónokolsz. Tehát, hogy ezeket észre kell venni, és ez nem bűn, és ez nem hiba, és ez nem arról szól, hogy te soha nem figyelsz rám, neked hiába. Nem. Ez arról szól, kérem szépen, hogy elfáradt az az ember, és telítődött. Pont. Most volt neki elege. Olyankor szépen fogd be a szád, akár fiú vagy akár lány, és vár meg, amíg ő visszajön. És vissza amikor ugye, jönni a csendre. Amikor ez van, akkor egy belső párbeszédet folytat, ugye? Tehát nem tud nyitottá válni, nem tudja fogadni az én csatornáimat, amit én át akarok adni, hiszen belül van, hát látszik, hogy elhomályosult. Tehát, hogy felesleges ilyenkor erőltetni. Egyébként sajnos ez a kommunikáció el tud hallgatni egy olyan párnál is, ahol valaha működött. Uh-huh. Tehát erre mondok egy a mindjárt hazajövökhöz kötődő egyszerű példát. Tehát a reggeli elköszönéskor, te mikor érsz haza, te mikor érsz haza? Hát mondjuk én 4:30 körül hazaérek. Nem érek haza 4:30, jön a számon kérés. Azt mondtad, 4:30 hazaérsz. Miért nem értél haza 4:30? Innentől kezdve az este elrontott. Legközelebbi kérdésnél már azt mondja a 4:30-re haza nem érő, hogy hát majd kb. 5 óra körül ér, már nem mer mondani semmi komolyabbat. Nem ér haza mondjuk 5 óra körül, akkor megint elindulhat ezen egy vita, ami elrontja az estét, ami az egyébként is fáradt napot még fáradtabbá teszi, és a legközelebbi kérdés után már azt fogja mondani, hogy majd ha hazaértem, és innentől a kommunikáció bukott. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, de én azt gondolom, hogy ezt meg lehet előzni. Meg lehet előzni, sőt, meg is kell előzni. Mert hogyha ezt hagyjuk, akkor jön az elhidegülés, és ott vége van a párkapcsolatnak, barátságnak, teljesen mindegy, hogy milyen kapcsolatról beszélünk. És a párkapcsolatnál ez ugye sokkal-sokkal kiélezettebb ez a történet. Miért? Mert a párkapcsolatunkba fogjuk hazahordani az egész nap során begyűjtött összes frusztrációnkat, mindenünket. Azt hazavisszük, otthon fogjuk kirakni az asztalra, és otthon szeretnénk tisztára mosni a társunknak a lelkében, a szemében, a tekintetében, a vele való kommunikációban. A feldolgozásnak nagyon fontos része, hogy feldolgozom az egész napomat. Na most, ha az egyik fél így jön haza, a másik fél úgy jön haza, akkor ez már eleve egy olyan dolog, hogy hogyan érjenek össze a szálak. A mai túl pörgetett világban, ahol mindenki egyszerre 6 dolgot csinál, és 18 helyen szeretne lenni, és semmiből nem akar kimaradni. Végre, amikor hazaérkezik, akkor azt gondolja, hogy na most aztán, én azonnal, és mindent, és azt is elfog, jaj, de jó lesz nekem. De a másik máshogy jön haza, és ő más szeretne. Ő hullafáradt, átbeszélte a napot. Istenem, csak 10 perc csendet kérek. Érted? Tehát már is ott van egy olyan helyzet, amit ha nem tudunk úgy kezelni, hogy én megengedem neked, hogy te 10 percig csendben legyél, mert addig én legalább nem tudom én akármivel elfogadom magamat, hogyha még mindig pörgök, vagy én is lecsendesedek, és én is el tudok csitulni egy kicsit, mennyire jó már. De az egymásra figyelés. Ezt nekem valamikor úgy tanították, a kosarat valakinek vinni kell. Ha te vagy a fáradtabb, akkor nekem kell. És liftezünk igen, egyszer, te egyszer én. Igen, de ehhez azt gondolom, az kell, meg én ugye, hogy valahogy nem tudom, hogy fogalmaztad meg, hogy
hogy az ideális pár létezzen, tehát hogy ez egy na, szerintem nagyon fontos, tehát szerintem a legfontosabb, hogy azt mondani, hogy figyelj, beszéljük azt meg, hogy mit tudom én, hazaérünk akkor, vagy én most nem vagyok alkalmas arra, hogy, vagy amikor feszült vagyok, akkor figyelj, most olyan feszült vagyok, hagyjuk ezt a témát egy picit későbbre, de akkor legyen bennem az a becsület, hogy akkor azt mondom, hogy na, miről szerettél volna beszélni? Igen, 10 perc múlva akkor vagy amikor nem vagyok már feszült, akkor újra visszatérek, hogy figyelj, olyan feszült voltam akkor, vagy fáradt voltam, vagy nyugos voltam. Tehát, hogy amit mondtál, Csilla, hogy jelezzem a másiknak, nem biztos, hogy kérdezem, mert nem biztos, hogy vissza tudok kérdezni, csak hogy értsenek, szerintem a kapcsolatban ez a legfontosabb, hogy értsem a másikat, értsem az ő reakcióit, hogy ez most nem neked szól, hogy most itt rád üvöltöttem, meg rád zúdítottam mindent, hanem amikor már kizúdult velem az egész, akkor mondom, figyelj, annyira tele van mindenem most így a céggel, meg a, mit tudom én, a főnökkel, meg akármi csodával, hogy most ez kiömlöd velem, ne haragudj, vagy. Na, szóval, hogy mert akkor a másik azt fogja megélni velem kapcsolatban, hogy hát most ide tettem a poharat, eddig soha nem volt baj. Most még miért robbant ki rám? Nem értem, hogy mi a baja. És közben nem a pohárral van a baj, hanem azzal, hogy tele vagyok feszültséggel, de ha ő leragad abba, hogy ma rossz helyre tette a poharat, akkor ő benne ez lesz az üzenet. De ha utána elmondom, hogy figyelj, hülyeség volt ez a poharas dolog, de ez robbantotta most ki belőlem. És azt gondolom, hogy mondjuk egy 60 éves párnál is, amit hoztál példaként, hogy egy idő után már nem mondom, a kérdés az, hogy jelzem-e neki, hogy nekem ez miért nehéz. Tehát, hogy nem az a van. Meg tehát hogy az is egy, igen, az is egy meg megoldási technika, hogy ja, most fél ötöt mondtam, de morogtál, akkor inkább mondok 5 órát, és akkor megint morogsz, és akkor utána nem mondok semmit. Csak az nem előre megy a kapcsolat, hanem egy ilyen... Meg ugye rakódik, hogy mutattad, igen. És kézmozdulattal mindig pakolódik ahelyett, rá valamilyen feszültség. Igen, ahelyett, hogy elmondanám, hogy figyelj, nem tudom megmondani pontosan, hogyan érek haza, igyekszem hazajönni, vagy ha gondolod, és fontos neked, hogy jelezzem, most ez megint egy ilyen nagyon asszertív kommunikációs, nem tudom, ez nagyon szuper, nagyon szép lenne, nem így működik. Csak itt is inkább a fókuszt szeretném idehozni, amit mondjuk akár a nézők így megsejtenek ebből, hogy talán ez az, ami segíthet egy ilyen helyzetben. Érdekes az, hogy látunk olyat is már, hogy az idősebbek már nem kell, hogy beszélgessenek, mert annyira egy hullámhosszon vannak, hogy értik egymást, és ezt a tudomásul is veszik. Igen, befejezik egymás mondatát, érzik egymást. Tudjátok, mi az érdekes, hogy nem is tudom, hogy valahova mentünk így az utcán, csak ment együtt egy néni, egy bács, és hajlott hát, nem tudom én, de ahogy úgy vannak egybe, tudod? Tehát azt látod rajtuk, hogy egy életelenet kísérték egymást, jóban, rosszban, nehézségben, biztos rengeteg sok fájdalomban, örömben, szeretetben, és ahogy most is egymásra figyelnek, és ahogy mindegyik a másikat védi. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas mondás, hogy ha egy picit a párom fontosabb, mint én, akkor van esély. Csak egy picit legyen mindig ő fontosabb. Hogy ő mosolyogjon, hogy ő neki örömet szerezzek, hogy valami apróságot tegyek a kedvére, hogy úgy kenem, vagy úgy tekerem fel azt a palacsintát, vagy úgy töltöm meg azt a poharat, vagy teljesen mindegy, hogy mit. Csak hogy ő érezze, hogy én azért teszem ezt, hogy ő fontos nekem. És akkor én is megkapom ugyanezt a fontosságot, vélhetően, hogyha az egy egészséges párkapcsolat van. Az öt szeretet nyelv jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy tudnunk kell, hogy ő minek körül. És látom, Csilla, hogy nagyon mondanád, jövő héten. Én azt hiszem, hogy mi legalább jókat kommunikálunk, igen. És bízom benne, hogy elgondolkodtatjuk majd a nézőket, és nem csak ezzel a műsorral, hanem a következővel is. A mai napon nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tornyai Gábornak ezt a beszélgetést. Van még bennünk ebben a témában, úgyhogy tényleg egy hét múlva újra jelentkezünk. Családőrzők című műsorunkat látták. Viszontlátásra! Viszontlátásra!